Az egyik ismerősöm mesélte, hogy börtönőrként dolgozik, és elfogtak egy maffia vezért, aki az elfogása után a börtönbe került, elvették tőle a mobiltelefonját, és érdekes módon mégis tudott kommunikálni a banda kint lévő tagjaival. Bementek, többször ellenőrizték a celláját, hogy vajon hogyan is tudja ezt véghez vinni, és nagyon sokáig nem jöttek rá. Az egyik ilyen bejárás során például bementek, és azt látták, hogy ott hever nála az újság, a napi sajtó, minden nap krumplipürét evett, pörkölte, ott volt mellette egy üveg kóla, mert hogy ő neki saját kajaját, és nem nagyon értették, hogy hogyan is tud kommunikálni. Aztán egyszer csak rájöttek, hogy a megoldás tulajdonképpen az újságban rejlik, méghozzá az újságban elhelyezett titkosírásban. De vajon mivel tudott titkosírni? A kólával, a pörköltel, vagy netán a krumplipürével? Hát igen, a krumplipürével. A krumplipürében ugyanis keményítő van, és hogyha ezt a keményítőt kiáztatjuk, akkor ezzel a keményítővel írni tudunk a papírra, teljesen láthatatlan. Például itt ez az újság, amelyet, hogyha kidobunk a szemétbe, mindenki azt gondolja, hogy ez már egy értéktelen. Erre az újságra ugyanakkor el van rejtve egy szöveg, méghozzá egészen pontosan erre az oldalra, hiszen itt van a legnagyobb üres fehér felület. Nézzük meg, hogyan lehet előhívni. Tehát még egyszer, krumplipürével írtam rá, de vajon mi a szöveg? Mit üzenhetett nekünk a börtönből a maffia vezér? Fújjuk le ehhez az egészet egy kis jódoldattal. Jódoldatot bárki betadinből például elő tud szedni. Nézzük meg, mi is az üzenet. Hát, igen, igen. Elég gyengén, de olvasható a felirat. Szereti a chemistry, kémiát. Hát, meg is értjük végül is.